Az orosz-ukrán és az izraeli-palesztin konfliktus miatt óvatosak a befektetők, csökkenéssel nyitottak a tőzsdék. Orbán Viktor szerint egyszerre vész és óvintézkedés a mostani megszorítás, és 4%-kal nőttek a keresetek egy év alatt. Önök a Privátbankár híradóját látják 2014. július 18-án 10 órakor. Balla Györgyi vagyok, és már is mondom a részleteket. Kelet-ukrajnai szakadárok vagy az orosz légvédelem lőhette le 10.000 méter magasságban a Maláj légitársaság Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó járatát. A gépen 295-en utaztak, valamennyien meghaltak. Ukrajna és Oroszország egymásra mutogat a történtek miatt. Poroshenko ukrán államfő arra utasította a hadsereg vezérkarát, hogy dolgozzon ki új taktikát, hogy a külföldi fegyveres erőket közvetlenül be lehessen vonni az ukrajnai katonai műveletekbe. Éjjel megindult az izraeli szárazföldi hadművelet is a gázai övezetben. 20 rakétakilövő állást semmisítettek meg az izraeli katonák, a palesztinok pedig 50 rakétát lőttek Izraelre. Sok a halott és a sebesült. Az ukrán és az izraeli fejlemények jelentős nemzetközi befektetői hangulatromlást okoztak. Ez már a forintot is gyengítette este, reggel azonban már kezd erősödni a magyar fizetőeszköz. A dollárral szemben ez azt jelenti, hogy fél éves mélypontról kezd talpra állni a forint. Egy euróért a bankközi devizapiacon 310 forintot kell most adni, egy svájci frankért 256-ot, egy amerikai dollárért pedig 230 forintot. Az orosz-ukrán feszültség határozza meg a kereskedést a tőzsdéken is. Csökkenéssel nyitottak a főbb nyugat-európai piacok és a budapesti értéktőzsde is. A vezető részvények a budapesti értéktőzsdén, az OTP, a MOL és a Richter mínuszban van a csütörtöki záráshoz képest, az M-Telekom árfolyama pedig nem változott. Vész és óvintézkedésként indokoltnak nevezte a 110 milliárdos megszorítást a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, az intézkedésre Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tett javaslatot, mert bár tartani fogják a költségvetési hiányt, de a tervezett szint szélén 3% körül lesz a deficit. A kormányfő közölte, ilyenkor az a helyes, ha egyértelművé teszik országvilág számára, hogy a magyar kormány mindenképpen tartani fogja a hiányt. A zárolás részleteit egyébként augusztus 1-ig dolgozzák majd ki. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jár a legrosszabbul, több mint 9,5 milliárd forintot kell zárolnia, míg a külügynek ehhez képest mindössze 536 milliót. Májusban 4%-kal nőttek a keresetek a közfoglalkoztatottak nélkül számolva az egy évvel korábbihoz képest. A béremelkedés a versenyszférában és a költségvetési szektorban gyakorlatilag kiegyenlített 4,1 illetve 3,9%-os volt. Ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatok azt mutatják, hogy a bérkiáramlás májusban némileg lassult az első 4 hónapban mért 6% feletti ütemhez képest. Bővült a miniszterelnökséget vezető miniszter feladatköre. Lázár János felel ezen túl a postaügyért és a Magyar Fejlesztési Bankra vonatkozó jogszabályok kidolgozásáért is, és további intézmények kerültek még az irányítása alá. Így például a Nemzet és a Nyelvstratégiai Kutatóintézet is. Az erről szóló jogszabálya magyar közlöny legfrissebb számában jelent meg. Egy órakor lesz legközelebb híradó a Privátbankár oldalán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.